Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, a Hévízi Televízió Híradó Extra című adásával október 12-én szokásainknak és hagyományainknak megfelelően hétfő lévén visszatekintünk arra, mi is történt Hévízen és környékén az elmúlt héten. Évek óta tervezi Hévíz városa, hogy a belváros közepén lévő autóbuszpályaudvarát elköltözteti. Évekkel ezelőtt ezért épült meg pályázati pénzekből a nagy parkoló melletti alpályaudvar, amely most kibővülhet. A 700 milliós pályázati forrású beruházás céljára a munkaterületet átadták a kivitelezőnek. Előreláthatólag jövő tavaszra már az új állomás fogadja a turistabuszokat, felszabadítva a régi buszpályaudvar területét, ahol a város gyógyhely fejlesztési beruházásait valósíthatja meg. El is indult gyakorlatilag a projekt. Hivatalosan is átadták a munkaterületet a kivitelezőnek az alpályaudvaron. Erről számolt be sajtótájékoztatóján Papp Gábor, Hévíz polgármestere. A város 700 milliós uniós pályázati támogatásból fog hozzá régi tervének megvalósításához egyáltalán nem rózsás gazdasági körülmények között. Ebben a, ahogy ön is fogalmazott, nem rózsás helyzetben az önkormányzat azt eldöntötte, hogy azokkal a pályázatokkal, amiket elnyert, és természetesen másra nem költhetők el, ezeket meg szeretné valósítani és megpróbálja megvalósítani. Itt is ez történik, gyakorlatilag a munkaterület átadása megtörtént. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás végén az új pályaudvara már elkészült állomást kibővítve, két beérkező és öt várakozó beállóval egy időben 7 jármű elhelyezésére lesz alkalmas. Fogadóépület esővédő tetőszerkezet létesül a peronok fölé, az újonnan felépítendő fogadóépületben tágas, hűtött-fűtött várótér fogadja majd az utasokat. A már meglévő épületben kap helyet az adminisztrációs és személyzeti blokk, valamint a sofőrpihenő zóna. Az érvényre lépett szerződés értelmében a kivitelezőnek 210 nap áll rendelkezésére az új buszpályaudvar megvalósítására. Az eddigi Deák téri buszállomás költözésével a felszabaduló területen lehetővé válik a város már elnyert gyógyhelyfejlesztési pályázatához kapcsolódó tervek megvalósítása. Én azt gondolom, hogy a hévízieknek egy több évtizedes álma valósul meg, hiszen kapunk egy új, modern, mindenki számára megfelelő közlekedés szempontjából egy új autóbuszpályaudvart, ami nem a belvárosban, nem a hévízi tó közvetlen közelében lesz megvalósítva. Éppen ezért alakítottuk úgy át a nagy parkolót is, hogy a közlekedés megoldódjon, és könnyen tudják megközelíteni gyakorlatilag a belvárost az emberek. Ez egy pár száz méter pluszról beszélünk. Azon kívül azt gondolom, hogy az a fajta leterheltség, amelyik több száz autóbusz jelent naponta forgalomban, megszűnik a belvárosban, megszűnik a Széchenyi utcán, és megszűnik a tó közvetlen közelében. A 700 millió forintos uniós támogatás része még egy városon belüli kerékpárút megvalósítása, ez a Vörösmarty utcában teszi majd lehetővé a biztonságos kerékpáros közlekedést. A Hévízi Televízió stúdiójában a város polgármestere Papp Gábor részletekkel is szolgált a beruházás és építés okairól, menetéről, várható eredményeiről. Ebből a beszélgetésből láthatnak most részleteket nézőink. Mit jelent Hévíznek a buszpályaudvar? Először talán az általánosságokat vegyük sorra, miért lesz jó az új pályaudvar helyszíne, aztán a részletekre is kitérnek. Én azt látom, és azt gondolom, hogyha az emberek egy bármilyen más településen is körülnéznek, főleg egy olyan településen, mint Hévíz, amelyik a gyógyászatáról, az egészségturizmusról van elhíresülve, illetve ebből él, akkor gyakorlatilag én azt látom, és úgy is terveztük meg a projektjeinket,
hogy látható, hogy a belváros bővítése, a belváros tehermentesítése az egy egyértelmű cél. Mindenféle szempontból, környezetvédelmi, természetvédelmi szempontból, illetve olyan tereket kell kialakítanunk, ahol rendezvényeket lehet tartani, ahol az emberek le tudnak ülni, ahol az emberek adott esetben információt kapnak, sétálni tudnak, jól tudják magukat érezni. És hát egy autóbusz pályaudvar, és a Hévízébre kifejezetten egyértelműen mutatja, illetve tapasztalhattuk az elmúlt évtizedek során, gyakorlatilag a Hévízi tó partjától a Véderdő szélén teljesen, totálisan a belvárosban található, és az elmúlt évtizedekben is számos pályázattal próbálták ezt az autóbusz pályaudvart innen kitelepíteni, vagy adott esetben rendben rakni. Ez különböző oknál fogva nem sikerült. A mostani ciklusban sikerült ezt a pályázatot elnyernünk. Azt is tudni kell, hogy a Hévízi buszpályaudvarra több száz autóbusz érkezik naponta. Ma már korszerű autóbuszok vannak természetesen, de azért a rendezvényeinken a forgalmi leterheltségünket azt gondolom, hogy mindenki évtizedek óta érzi, hogy ez egy óriási terhelés ezen a területen, és úgy, hogy nem is a mi tulajdonunkban van gyakorlatilag az autóbusz pályaudvar, úgyhogy ez is bonyolította a pályázatot is, tolódott ez miatt az idő, de hát elérkeztünk ehhez a pillanathoz, hogy ezt most meg tudjuk oldani, és nem véletlenül építettük meg az alpályaudvar. Tehát itt ezért több évre való előre gondolkodás van. Egyesek azt gondolják, hogy hübevallás módon kapkodunk pályázatoknál, nem így történik, hanem megvan tervezve 5-10-15 évre előre, nem véletlenül készült el úgy a nagy parkoló, hogy elkészült, nem véletlenül kerül ki az autóbuszpályaudvar oda, ahova kikerül, nem véletlenül egy gyógyhelypályázatot valósítunk meg a helyén, a jelenlegi autóbuszpályaudvar helyén, tehát ezek egymásba függő, egymásra épülő folyamatok, vagy nem véletlenül fog megújulni a piac. Tehát úgy kell alakítanunk a várost, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy egy gyógy és egészség turisztikai városról beszélünk, aminek az elsődleges célja az, hogy ne száguldozzanak az autóbuszok keresztül Kassul. Természetesen kell fogadnunk a vendégeket, de a vendégeket is megfelelő módon, megfelelő körülmények között kell Isten igazából fogadnunk, és az autóbusz pályaudvar most ezt tudja szolgálni. Az előző pályázatból megépült alpályaudvar, tehát tulajdonképpen most nyeri el az igazi funkcióját úgy, hogy közben jelentősen kibővül. Mit találunk majd az új pályaudvaron? A jelenlegi alpályaudvarban, az alpályaudvaron ugye található gyakorlatilag 5 autóbusz beállóhely, illetve egy-két parkolóhely, illetve egy utasváró térd, ami szabad téren található, illetve egy olyan zárt tér, amiben sofőrpihenő, ehhez kapcsolódó különböző mellékhelyiségek, illetve pénztár épület található. Ez ki fog bővülni alapterületében, tehát két buszbeállóval több lesz, jelenleg is a mostani autóbuszpályaudvarnál csak 5 beálló van, tehát ez egy 7 beállós buszpályaudvar lesz. Számolva arra a kibővítéssel, hogy a legnagyobb hosszúságú buszok is meg tudjanak fordulni, be tudjanak kanyarodni biztonságosan, ezért is bővül gyakorlatilag az alapterülete. A tetőszerkezete úgy szintén ki fog bővülni ennek a jelenlegi alpályaudvarnak, pontosan azért, hogy a fel- és leszálló utasok gyakorlatilag egy fedett tér, vagy egy fedél alatt tudjanak felszállni a rossz idő esetében is, illetve az autóbusz pályaudvar másik végén megépül egy zárt utasváró, mindenféle kiszolgáló egységgel, ami ott lehetséges. Nem vendéglátó egységekről beszélünk, ezt is hozzá kell tenni, hanem ami adott esetben szükséges, illetve kap egy olyan utastájékoztató rendszert, ezt már a Volán ZRT szerzi be, hiszen konzorciumban visszük ezt a pályázatot,
ami utas tájékoztató rendszer elektronikusan kijelzi azt, hogy mikor érkezik a busz, esetleg késésben van a busz, esetleg korábban jön a busz, és mindenféle információt átfogadni az embereknek. Ez gyakorlatilag a projekt része, és hát egy olyan stabil alépítményt kell létrehozni ennek a kibővítésnek kapcsán, mint ami az eredetileg is történt. Ez egy speciális építkezés, úgynevezett geocellás és egyéb más építkezésekkel, ez egy roncsolt terület, roncsolt lábterület, aminek ez a geocellás építkezés még gyakorlatilag használ is, de ugyanezt láthatták korábban a nagy parkoló fő átvezető útjánál is, hogy ott is gyakorlatilag ugyanezzel a technológiával épült meg. Ezek gyakorlatilag a fő elemei ennek az autóbuszpályaudvarnak, és az autóbuszpályaudvar ezzelekkel a funkciókkal kibővítve, én azt gondolom, hogy a környék, de Magyarország egyik legmodernebb, legszebb és legnagyobb befogadó képességű autóbuszpályaudvara lesz. Október 10-e világszerte a lelki egészség világnapja. A világnapot az 1948-ban alakult Lelki Egészség Világszövetsége kezdeményezte az érzelmi és a lelki zavarok megelőzésének, kezelésének segítése céljából. A lelki egészség fontosságát a Teréz Anya Szociális Otthonban is kiemelt fontosságúnak tartják, így készültek a jeles napra. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csupán a betegség hiánya. Ez az egészségügyi világszervezet egészség definíciója, melyből jól kitűnik, hogy lelki, mentális egészségünk alapvető pillére jólétünknek. 1992 óta, október 10-én erre szeretnék felhívni a figyelmet világszerte. A Hévízi Teréz Anya Szociális Intézmény otthonaiban nem csak ezen a világnapon kap mindez fontos szerepet. Itt a munkatársak a mindennapokban is sokat tesznek azért, hogy a lakók lelki egészségben élhessék a hétköznapokat. Ehhez számtalan változatos programot biztosítanak. Indul egy hétindító dödörgővel, amikor megbeszélik mondjuk a hétvégi eseményeit, és van a hét lezáró dödörgő, amikor megbeszélik az egész hét esemény, kinek mi tetszett, milyen érzéseik voltak, hogy érezték magukat benne, akár a feszültségeiket, örömeiket, bármit elmondhatnak. Vannak imaóráink, vannak ízőrzőink havonta rendszeresen. Az ízőrzőink az tulajdonképpen a kedvenc ételeik elkészítését jelenti, de ennek az a célja, hogy a régi illatokat, ízeket idézzük lakóink körébe. Ezen kívül nagy népszerűségnek örvend a lakók körében a bingó is, vagy a kézműves foglalkozások, mint például a festőműhely, de szeretik a játékos vetélkedőket is. A lakók szemmel láthatóan hálásak minden programért, és szívesen is vesznek részt ezeken. Ha nem csinálunk semmit, akkor unatkozunk, és így azért egy kicsit frissíti az agyunkat, mert elég feledékenyek vagyunk ma ilyen öregkorra. Én is ugye nagyon öreg vagyok, 88 éves, hát sok mindent elfelejtettem már. És ezekkel a kis játékokkal, meg minden egy kicsit az embernek az agya frissebb. Az intézmény munkatársai folyamatosan kutatják és sajátítják el azokat a munkamódszereket, melyekkel a lakók hétköznapjait színesebbé tehetik, és nem utolsó sorban készségeiket fejleszthetik, nagy hangsúlyt fektetve a testi, lelki egészség megóvására. A világnap aktualitását hangsúlyozza az a pályázat is, melyre beneveztek. A Színes Hétköznapok a testi-lelki egészségért című, a jó gyakorlatokat bemutató kis videó a napokban készül az otthonban. A lelki egészség mellett a testi egészség megőrzésével is foglalkoztunk a múlt héten. A hidegebb időszak beköszöntével, a fűtési szezon közelettével fokozódik a szénmonoxid mérgezés által okozott háztartási balesetek száma. Az Zala megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a szénmonoxid érzékelők használatának fontosságára hívta fel a figyelmet. A hűvös őszi időjárás következtében megkezdődött a fűtési szezon.
A háztartásban megtalálható fűtőtestek közül a nyitott égésterű gázkészülékek, tömörkályhák és kandallók okozzák a legtöbb problémát, ezek az adott helyiség levegőjét használják. A szénmonoxid színtelen, szagtalan és a levegőnél alig könnyebb gáz, amely a tökéletlen égés mellékterméke. Fontos, hogy a szénmonoxid már kis mennyiségben is mérgező, megakadályozza, hogy a vér megfelelő mennyiségű oxigént szállítson, ezáltal másodpercek alatt eszméletvesztést okozhat. Az Zala megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság a védekezés fontosságára hívja fel a figyelmet, emellett pedig a szénmonoxid érzékelők helyes használatában is segítséget nyújtanak. 1-1,5 méterre felszereljük őket egy bizonyos abban a helyiségben, ahol vannak ezek a készülékek, akkor ugye egy beállítás után, az indítás után a használati utasításokat betartva, ugye ezek elindulnak és működnek. Abban az esetben, amikor mondjuk ez a készülék érzékeli, hogy abban a helyiségben a szénmonoxid koncentráció átlépte azt a bizonyos értéket, ami ugye általában mindegyiknél meg van határozva, akkor azután hangos jelzéssel vagy éppen fénnyel jelzi azt, hogy itt bizony baj van. Ebben az esetben tudjuk azt tanácsolni, hogy ha ilyet észlelünk, akkor azonnal hívjuk a 112-t és kérjük a tűzoltók segítségét. Fontos azonban, hogy a készülékeket 5-7 évente cserélni szükséges. A fűtőtestek mellett a szabálytalan kivitelezés, a karbantartás elmulasztása, illetve a nem megfelelő szellőzés is állhat a probléma hátterében. A modern nyílászárók például kevesebb levegőt engednek a helyiségbe, ezáltal még lényegesebb a rendszeres szellőztetés. A szénmonoxid nem irritáló hatású, ezért fontos kiemelni, hogy a tévhittel ellentétben az állatok sem képesek észlelni azt. A szénmonoxid egy színtelen, szagtalan gáz. Ő itt macska. Nagyon cuki, de nem szagolja ki. A szénmonoxid érzékelő jelzését követően a legelső teendő a tűzoltók riasztása. A mérgezés tipikus tünetei a fejfájás és hányinger. Amennyiben a készülék már jelzett, de magunkon még nem észleljük a tüneteket, a tűzoltók riasztását követően nyissunk ablakot, majd hagyjuk el a lakást. A katasztrófavédelem arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt években a szénmonoxid érzékelők több száz állampolgár életét mentették meg országszerte, többek között vízipipa szén által termelt szénmonoxid mérgezéstől is. A pipa szén izzadt, ez pedig szénmonoxiddal járt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján megtalálhatóan megbízható, illetve a nem kifogástalanul működő készülékek listája, ezek a megfelelő érzékelő kiválasztásához nyújtanak segítséget. Könyvbemutatót tartottak Hévízen. Tar Ferenc, hévízi történész, tanár, a Festetics család életét ismerteti meg az olvasóval, az egykori alkalmazottak interjúi alapján, melyeket még az 1980-as években készített velük. Az Egy arisztokrata család mindennapjai című könyvet a Hévízi könyvtárban mutatta be a szerző. A Hévíz fejlődésében a Festetics család az egy nagyon fontos szerepet játszott. Tar Ferenc történész felkutatta azokat a személyeket, akik a Festetics kastélyban szolgáltak, velük készített mintegy 30 darab interjút. Ez adja a 350 oldalas Egy arisztokrata család mindennapjai című könyv tartalmának gerincét. Az első interjú alany Nemes István, Festetics Taszíló huszára volt 1984-ben. Ekkor több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdődött meg a gyűjtő munka, mely mára könyvé érett. Elbeszélgettem ezzel a Nemes Istvánnal, elmondta, hogy mi volt a dolga, hogyan látta a Festetics Taszilónak, Festetics Györgynek és egyáltalán a családnak az életét. És mondtam a Nemes bácsinak, hogy legépelem akkor ezt az interjút, és utána egy 2-3 hét múlva menjünk be a kastélyba és a parkba sétáljunk, és meséljen újra, és közben meghalt. És ez döbbentett arra rá, hogy bizonyára élnek még Festetics alkalmazottak, jó lenne őket megkeresni, és elbeszélgetni velük. A kötetben két világ találkozik és bontakozik ki előttünk. Az interjúk alapján megismerhetjük a Festetics család tagjait, a pompás főúri világot, de emellett a személyzet sors történeteibe is bepillantást kapunk, egyfajta társadalmi korrajzként szolgálva a ma embere számára. 1730-as évek végétől a 20. század közepéig, tehát durván 200 éven keresztül meghatározó volt a Festetics család Keszthely, és természetesen Hévízen is. Tehát ezért is fontos mindannyiunknak, hogy hogyan éltek ők.
A szerző 1985-ben Festetics György herceget is felkereste Bécsben, a vele készített interjú is megtalálható a könyvben. Számos fotó is helyet kapott, ezeket Tar Ferenc részben az interjú alanyaitól, részben pedig a levéltárakból, múzeumokból gyűjtötte. Térségi kitekintő műsorunkban Zalaszabaron jártunk, a településről készült filmet üdött Helyben vagyunk című magazin műsorunkban láthatták nézőink. Cserszeg Tomajon gyűltek össze a múlt héten az ultraterep futás szerelmesei. 350-en vágtak neki a hajnaltól késő estig tartó 50, illetve 108 kilométeres futásnak az idén negyedik alkalommal megrendezett Vadlán ultraterep futáson. Beszámolónkból fény derül az akció elnevezésének titkára is. A negyedik Vadlán ultraterep futáson maximális létszámmal versenyeztek a futók. A járványhelyzetre tekintettel ez 350 főt jelentett, akik egyénileg vagy csapatban vágtak neki az 50, illetve 108 kilométeres távnak. A rövidebb távon 1500, a hosszabb távon pedig 3000 méteres szintemelkedéssel is meg kellett küzdeniük a futóknak. Az útvonal számos látványos helyszínt érintett, többek között az alaszántói sztúpát, a rezi és tátika várakat is. Hát aki a dobogóért küzdő, nem nagyon fog időzni, de nagyon sokan egyébként megállnak fotózni, és az időjárás velünk van teli, hol napsütés 30 fok is akár, de 25 biztosan lesz. És azt még hadd mondjam el, hogy közel 120 önkéntes segíti ezt az egész munkát. Az előkészületek az előző terepfutás óta zajlottak a Bakonyárdő ZRT támogatásával. A szervezésben szerepet vállalt az útvonalhoz kötődő 12 település önkormányzata mellett a Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága is.
A futók között sokan már visszatérő résztvevői a rendezvénynek. Akadt olyan is, aki elsősorban nem a győzelem miatt indult, hanem a kellemes időtöltésért. Én most fogok harmadik éve indulni, egy barátnőm kért meg első éven, és annyira nagy élmény volt, hogy minden évben aztán visszatérünk, és azért tetszik ez a verseny, mert a többi félmaratonhoz meg rendezvényekhez képest nagyon családias hangulata van, és ez nagyon jó hatással van rám, és visszahúz minden évben. A futók bejárhatták az útvonal által érintett 4 magyarországi vadlánlikat is. A helyi legenda szerint a hegyekben vadlányok kószáltak, akik az erdőben található bogyókkal, gombákkal táplálkoztak, és hatalmas fák odvában vagy sziklahasadékokban húzták meg magukat, innen ered az elnevezés. A terepfutók nem csak önmagukat tehették próbára, de a térség által kínált látványosságokat is megcsodálhatták. Térségi műsorunkban mutattuk be a Nyitott Porták rendezvénysorozat emblematikus helyszínét, az egyre nagyobb ismertségre és szakmai elismerésre szertett Dóka Éva pincészetet. Ahogy a helyiek hívják, a zalaszentgróti úgynevezett haranglábdűlő felé vettük utunkat. Arra felé található a Dóka Éva pincészet szőlőjének egy része, de az odafelé vezető úton is láttunk a gazdasághoz tartozó területeket. Illetve ez is a mi szőlőnk, itt ez az alsó, ezt is megnézhetjük, ez a rajnai rizling, hogyha szeretnétek, ez nagyon-nagyon szép. Eső után csúszkáltunk az agyagos hegyi talajon, hogy felérjünk a pincészettől 5 kilométerre fekvő dombtetőre, ahová a borászat névadója vitt föl minket terepjáróval. Két égi áldás között érkeztünk a tetőre, így a szüreti időszak ellenére átmenetileg szünetelt a szőlőszedés. A látvány magáért beszélt. A pincészet szőlő területei, a Zala-völgyet kísérő Csáfordi és Aranyodi, valamint a Kis-Balaton közelében elterülő Pogányvári dombokon helyezkednek el 27 hektáron. A telepítés 2003-2004-ben kezdődött. Azóta 16-17 fajta szőlőt is termesztenek itt is a barna erdőtalajon. A gazdaság kereskedelmével foglalkozó névadó arról is mesélt, hogy a szüret körülbelül a felénél tart most. Vajon milyen fajtákat sikerült eddig leszedni? Olasz rizling, szürke barát, szedtünk Pinot Noir-t rozénak, illetve kabart szedtünk korosztonyban. A Robi készíti a borokat, várom, és az én nevemen fut a pincészet. Talán a legnagyobb büszkeség, amit úgy nagyon szívesen mondok mindenkinek, az bekerültünk 2019-ben a 100 legjobb magyar bor közé, a 37. helyre a Cabernet Franc 2017-es évjáratú borunkkal, és ezen belül pedig a 10 legjobb vörösborba lettünk, ahol mind villányi bor volt, egyedül ez a hetedik helyen a mi zalai vörösborunk. Úgyhogy ez nekünk nagy büszkeség, hogy a villányok mellett. A Robi a titok. Ugye, ez szerintem nagyon jól csinálja. Nincs-e meg a szőlőnek is egyébként? Nem. Magyarra csak kifejezetten borra. Ez borszőlő, igen. Uh-huh. Na, akkor hozzáképzeljük, hogy ebből bor lesz. Jó. De édes. Édes, aha. Édes, és szerintem a sava is megvannak még ennek. És a vatkár... Hú, az kegyetlen. Őzik el, nyúl, nem tudom. Van. Igen, minden. Így sorba. A borz, a róka, a szarvas, minden. Az eső elerett, így visszaindultunk a telephelyre. A leszedett szőlő levének egy része már forrt, valamint már elkezdődött az ülepítés, de várhatóan decemberre kerül csak minden a helyére. Megnéztük mindezt közelebbről, Éva párja Robi szemszögéből is, aki növényvédő, vegyész, szakmérnök, borász, szőlész, és aki szeret kísérletezni a fajtákkal, egyben koordinálja a munkálatokat a telephelyen.
A korábban leszüretelt szőlő levéből folyik a must, amelyet már nem kézi, hanem gépi erővel préselnek a gazdaság telephelyén. De vajon hogyan is változik át a szőlő borrá? A főszerep ekkor a borászé, aki egy társulatban játszik a földdel, a nappal, a szőlővel, de azért ő a rendező, aki új élményé varázsolja a természet adta lehetőségeket. Ez a kisprés arra hivatott, hogy abból kipréselj nekünk a must üledéknek is a tiszta must részét. Ez most milyen szőlőből van? Ez most Pinot Blanc, konkrétan Pinot Blanc, az egyik kedvenc fajtánk, egyébként nem nagyon ismert, de nagyon jó szőlészeti, borászati tulajdonságokkal rendelkezik, nagyon szeretjük. 2017-es tételünk az Alszengott város bora lett, és hát nagyon odafigyelünk a fajtára. A présgép után a szürethez használt kombájnt mutatta a borász. Szőlősor fölött megy gyakorlatilag, és azok a rázókarok, azok ilyen állítható rezgésszámmal, meg amplitúdóval gyakorlatilag megfogják a lombozatot, és leverik a szőlőszemeket, és csak a bogyó jön le. Hát a szőlőkacs bemarad, ezek a hevedereken megy föl a szállítószalagon, a tartályokban, és fönt van egy válogató rendszer is, úgyhogy nagyon szépen tisztán dolgozik. A legtöbbször a bogyózót nem is kell használni utána. Ez az épület, melynek udvarán a hatalmas szüreti gépek várták az eső utáni új feladatokat, eredetileg szeszgyárnak épült a múlt század első évtizedeiben, de jó borászati adottságai vannak. A feldolgozó, illetve erjesztő térben hűthető-fűthető tartályokat helyeztek el. A múlt heti szüretek mustjainak a úgynevezett színelése folyik. Ez azt jelenti, hogy amikor a szőlőt kipréseljük, a mustot nem egy az egybe erjesztjük, hanem egy-két napig hidegen, ez 5 és 10 Celsius fokot jelent, üvegítjük, akkor leül benne az a szediment anyag, ami nem kívánatos később a borba, ilyenkor átfejtjük egy másik tartályba a tisztáját, és csak azt kerül erjesztésre. Ezekben a tartályokban most éppen ez folyt. A pincészetben nagyon adnak az tisztaságra, mossák a tartályokat és a kellékeket. Lépjünk még beljebb, az úgynevezett zöld ajtós terembe. Ez a tér, ez a terem egyébként alapvetően erjesztő terem, mivel ilyen nagy belmagassága van és viszonylag tágas. Ide tudtunk 100-150 hektós tartályokat beüzemelni, behelyezni, kiépíteni a hűtés-fűtés rendszert, és gyakorlatilag az erjesztésünk egy része is itt zajlik. Utána nyilván a kézborokat is tárolni kell valahol, ugyanúgy megfelel tárolás céljára, és mivel ez a gyakorlatilag a főbejáratunk, itt alakítottunk egy kis eladó teret a termelői borkimérés céljára, ezekben a kisebb úszófedeles tartályokban mind kész kereskedelmi tételű borok vannak, és a betérő vendégeknek innét, vagy vendégeket innét szolgáljuk ki. Ismét új helyszínnel ismerkedtünk. Ezúttal a port a szívében, a pincében jártunk. Itt már nem fém, hanem elsősorban fatároló edényekben gyűlik a nemes nedű. Titok az itt van, éppen most alakul át a must borra ebbe a hordóba. Ez egy friss hívjára, tehát az idei első születünk, illetve bocsánat, az idei második születünk egy kabard nevű fajta erjed ebbe a hordóban. Azért mondtam, hogy a kísérletező hajlamunkat éljük ki, mert a hordókkal azért sokkal nehezebb bánni, mint a tartályokkal. Nagyobb a helyigényük is alapterületre, ezért nincs olyan sok hordónk. Tehát arányaiban sokkal több tartállyal dolgozunk, mint hordóval. Viszont az a 4-5, pontosabban 5-600 literes és a 2-200 literes hordó, amit a fehérboroknál használunk, ott mindig nem olyan egyértelmű, mint a vöröseknél, hogy minden vörös hordóba kerül, hanem azok a fajták, amiknél úgy érezzük, hogy beltartalomba, alkoholtartalomba, savtartalomba olyan értékeket képviselnek, hogy bírják a hordós érlelést, sőt az a hordós érlelés még egy kis pluszt is ad az amatanyagoknak és az ízeknek, azokat helyezzük hordóba, és utána nagy izgalommal figyeljük, hogy hogyan fejlődnek, hogyan érnek. Mint megtudtuk, az idei termés mennyiségre gyenge, közepes, a tavalyi erős jégeső miatt. Ugyan nincsenek magas mustfokok, viszont a szőlő nagyon szépen beérett. Az íz és zabatanyagok megfelelően kialakultak. A cukor savarány a legtöbb fajtánál optimális. Mi nem tartozunk a mostanában úgynevezett kézműves borászatok közé,
de valamelyest azért mégis kézművesnek tartom magunkat olyan szempontból, hogy az a gondosság, az a, az odafigyelés, amit mi itt alkalmazunk és amivel mi dolgozunk, az alapján kérdemelhetjük nyugodtan a kézműves jelzőt. Más dolog, hogy használjuk a technika és a tudomány olyan áldásos lehetőségeit, ami által szerintem a borok szebbek lesznek és jobban fogyasztható. A pincészet borai egyéniségek, melyeket borkóstolók, pincetúrák, borvacsorák alkalmával lehet megismerni. Az úgynevezett kóstolóteremben ezúttal egy 2017-es évjáratú furmintot nyitott meg a háziasszony. Vendégek ízlelgették a borász férj kedvencét. Köszönöm. Nem vagyok egy borszakértő, de nagyon tiszta és nagyon kellemes és egyenletesen érzem az ízét, az jó, szeretem. És önnek hogy ízlik? Én elfogult vagyok az olaji borokkal kapcsolatban, de szerintem az egyik legjobb for, mint amit kóstoltam. És ittak már ilyet egyébként? Vagy hasonlót? Hát furmintot szoktam, de pont Dóka Évától nem ittam még ezt a furmintot, és hogy tényleg nem azt mondom, hogy nem volt valami előzetes elképzelésem, hogy milyen lesz, de most nagyon jól esik, nagyon kellemes. És mitől más, mint mondjuk a többi furmint? Teljesen más a termőhely szerintem itt Zalában. És ez mit jelent ez a másság? Kevésbé ásványosak, mint mondjuk a vulkanikus borok, és sokkal izgalmasabbak pont emiatt. A furmint az Zalában nem annyira jellemző fajta, ahogy itt el is hangzott, viszont egy rendkívül perspektívikus fajtának látom. Magának a szőlőnek egy baja van, hogy vékony héja miatt nagyon rothadékony és nagyon gondos szőlészeti munkát igényel. Tehát ahhoz, hogy ilyen bort készítsünk, ahhoz hát egész évben toppon kell lenni a szőlőbe is, és utána természetesen a pincébe. A palackos értékesítő terem, ahol a piacon lévő termékek láthatók, 12 fajta. Vajon mi Éva kedvence? Nekem a Pinot Blanc. És a közönségnek, akik jönnek kintről, nekik mi? Általában a közízlés most a friss, üde, fiatalos gyümölcsös borok. Tehát egy rozé, egy nektár, ezek mind illatosak, illetve gyöngyöző borok. Egy pohár jó bor nem csupán ital, hanem egy-egy izgalmas felfedező út kezdete is. Ez az út lehet szellemi távlatokat nyitó, érzékeket felkorbácsoló, vagy akár andalító, elgondolkodtató is. Dóka Éva pincészetében azon dolgoznak, hogy a zalai dombvidék legjobb termőtájainak adottságaiból létrehozzák ezt a csodát. Különleges fajtákból, különleges minőséget. Kedves nézőink, Híradó Extra című műsorunkban igyekeztünk feleleveníteni, hogy többek között mi történt Hévízen és térségében az elmúlt héten. Valamennyi kollégám nevében köszönöm, hogy velünk tartottak.